megszűnik Istennek, hogy sokan vannak, akik felismerve hivatásukat, kezükbe tartják talentumaikat, és felhasználják azokat embertársaik javára. Néhány nappal ezelőtt, vasárnap, az evangélium elé tárt egy nagyon érdekes képet. Jézus három apostolát fölviszi egy magas hegyre, és ott megmutatja nekik az istenségének ragyogását. Azt a magas napot, amire az embernek szüksége van ahhoz, hogy amikor megtapasztalja saját gyarkóságát, gyengeségét, méltatlanságát, akkor tudjon arról, hogy van kiben, miben kapaszkodnia. Valahogy így vagyunk mi is, mindannyian. Isten fel akarja tárni számunkra azt a töbletet, ami erőforrás számunkra akkor, amikor úgy érezzük, hogy súlyos terheket kell viselni. Isten nem csak feladatot ad nekünk, hanem annak a lehetőségét, a megoldását is a kezünkbe adta. És azt mondja, hogy gyere, gyere velem, én megmutatok neked egy magaslatot, és onnan nézzük együtt a jelen feladatait. A kérdés csak az, hogy amikor szólít, akkor vele megyek-e. Nézzük magunkba. Gyónom, amit látom Isten, és nektek testvére, hogy sokszor és soha megjegyeztem. Gondolattal, szóval, cselekedettel és választással. Én védkem, én védkem, én igen vagy védkem. Kérem ezeket a bocsános, mindenkor a szenteket, Szűz Máriát, az összes adalaknak egy szenteket, és titeket testvére. Imádkozzak, életem. Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen az örök életre. Amen. Thank you.
örökkökökké. Olvasd már Jeremiás prófét a könyvéből. Miközben Jeremiás az Úr parancsát teljesítette, így gondolkodtak egymás között ellenségei. Rajta szűrjük összeesküvés Jeremiás ellen, mert nélkülesen vész ki a törvény a papnál, sem a tanács a bölcsnél, sem a beszéd a profétánál. Gyertek, rádoljuk be őt, és gondosan figyeljük meg minden szabát. Jeremiás akkor így imádkozott. Figyelj rá, Uram, és hallgass meg ellenségeink szabát. Hajha rosszabb szokása fizetni a jóért. Miért ásnak hát vermet nekem? Emlékezzél, a színed elé álltam, hogy közben járjak értünk, és elhárítsam a haragodat. Ez az Isten igéje. A törvénytudó így válaszolt.
Szeresd meg a Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből. Fele barátodat pedig, mint saját magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt és élni fogsz. A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézusnak. De hát ki az én fele barátom? Jézus történettel felelt a kérdésre. Egy ember Jeruzsálemből lement Jerikóba. Rabok kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan mutatták. Egyszer csak egy paprot lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Azután egy levitő jött arra. Ő is meglátta, de elment mellette. Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az útja. Amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Oda ment hozzá, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte, majd pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy vendégfogadóba, és gondoskodott róla. Másnap elővett két dénát, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel. Viselt mondják, és ha többet költenél, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz? De három közül ki volt az igazi fele barátja annak, aki a rabok kezébe került? A törvénytudó így válaszolt, aki irgalmasságot cselekedett vele. Jézus így folytatta, menj és te is hasonlóképpen cselekedjél. Ezek az evangéliumké. Amen. Kedves testvérek! Ha az ember vásárol egy bonyolult szerkezetű terméket, jól jár, ha azzal kezdik, hogy elolvassa a használati utasítást. Több esélye lesz jól használni. Ez a világ, és benne a teremtett ember elég bonyolult szerkezetű. A Teremtő Isten rendet teremtett, és ráhozta az emberre, hogy hagyja uralma alá a teremtett világot. Uralkodjék felette, ápolja, gondozza. Egy szóval kellő tisztelettel hordozza végig tekintetét rajta, és tartsa meg a teremtői rendet a világban. Arra most nem szeretnék kitérni, hogy ez nekünk sikerült-e. Bár ez nem bénálat lenne, hanem önreflexió, ami nélkülözhetetlen, ha jó működés lesz, ezt tegye meg mindenki a saját élet területén. Most hallott evangélium történet rámutat az emberi magatartás két ellentétes gyakorlatára. Van, aki rombol, és van, aki épít. A rombolást nem értjük. Nem is érthetjük, hiszen nem ez volt a teremtés célja, és nem ez a teremtett világ rendjének fenntartása. Tehát nem erre szól a küldetésünk. De az irgalmas szamaritánus, humánus megoldása az értető, az értékelendő. Ő megáll a pusztítás áldozatánál, és mindent elkövet a jóvátétel érdekében. Ő az, aki értette a teremtő akaratát, és megtalálta maga helyét, teremtés rendjében. Minden jó szándékú embernek ez a feladata, hogy keresse és megtalálja az értékek szolgálatának lehetőségét. És aki ezt teszi,
családja vagy hivatása területén, az ránta vált az Istennel való közösségére, még ha ezt így nem is fogalmazza meg magának. Hogyan közelítheti meg ezt a jézusi történetet a 21. század ember? Egy szakember észleli, hogy a munka folyamatban valami meghibásodott. Felismeri, hogy tennie kell valamit. Nem másoktól várja, hanem ő akar cselekedni. És nem lepett meg annál a gondolatnál, hogy ki is a felelős, kire tolhatná rá a gravitás feladatát, hanem ő maga lát hozzá, hogy a vészhelyzetet elhárítsa. Nem akarja kimenteni belőle önmagát. Nem hát rá ki. Nem másra utogat, hanem vállalja maga helyét a feladatban. Legyen az akár a tudomány, a művészet, a sport, az egészségügy, vagy a felebaráti szeretet bármely területén is. És amikor korlátokba ütközik, az irgalmas szamaritánosnak például tovább kell mennie, meglátja a folytatás biztonságos módját, azt, hogy kire visszhatja a védencét. Elviszi a fogadóba, és ott előre fizet, és megígéri, hogy ha a fogadós többet költene rá, majd hazatérve megtéríti neki. A felebaráti szeretete teljes. Nem vonja ki magát most sem. Nem mástól várja el az önkéntességet, hanem ő maga mutat példát ebben is. Neki nem elég, hogy azt mondhatja, hogy tettem valamit, hanem ő mindent meg akar tenni, amire csak képes. Napjainkban, amikor százezrek menekülni kénytelenek, és ezrek halnak meg ártatlanul az égbe kiáltó bűn következtében, akkor ez a szeretet történet üzenete belehasít a bombarobbanások szörnyűségébe. És a szeretet csend diszkréciója erőteljesebb, mint az épületek összeomlásának hangzavara. De ezt emberi hajkiáltásokat meg kellene hallani. Annak olyan frekvenciája van, ami hallható lenne, mert különbözik minden más ember okozta zajtól. De ebben vannak még hiányosságaink. Van azonban ennek a véráztatta képnek egy ragyogó részlete, az önzetlen segítségnyújtás embersége, az, hogy a szeretet felismeri a helyét. Ha a szükséges szenvedők vannak, ott vannak azok, akik értik a rendet alkotó Istent. Bölcsember az, aki ítélkezés helyett azt keresi, hogy hogyan tud segíteni a bajból jutott embertársán. Bölcsességének jutalma a boldogság. Hiszen a felemelt emberről visszasugárzik a neki adott jóság. És így lesz az ajándékozó, megajándékozottá is. Olyan egyszerű lenne boldoggá tenni ezt a világot. Csak mindenkinek meg kellene találnia a saját helyét, és azt nem kellene elhagynia mások kárára. Testvérek, akiket ma ünnepünk, azok ilyen emelkedett lelkületű emberek, akik megtalálták helyüket a világban, és a hivatásukat élve
alkottak, építettek, helyrehoztak, győztek, életteret biztosítottak, és az életnek nagyobb esélyt adtak. Büszkék vagyunk rájuk, és örülünk annak, hogy Isten teremtő munkájából kivették a részüket. Ők most még útközben vannak, elértek már szép eredményeket, de holnap folytatják a munkájukat. És a jövőbeli eredményeik érdekében azt mondom, védett útvonalon kell közlekedniük. Azaz, nem engedhetnek meg maguknak ellenirányú mozgásokat, mert úgy nem lehet haladni, hogy két lépést előre lépek, aztán egyet vissza. Az az értéklátás, ami életünk meghatározója, nem tűr meg negatív áramlatokat, lehangoltságot, elkeseredést, sikertelenség érzetet, kimerülést, csak világos látást, eltökéltséget és cselekvést. Erre tanít bennünket a kinyilatkoztató Isten, és erre nyit lehetőséget nekünk a megváltó Jézus, aki örömhírt hozott nekünk, szabadságot, az ő kegyelmi idejének erőtartalékát. Három dolgot említettem. Örömet, szabadságot és erőt. Ezt ünnepeljük ma. Isten az alkotót, aki megosztotta a dicsőségét az emberrel, és aki nem játszotta el ezt a meghívását, a sikerre jutott. Fel tud mutatni alkotást, új lehetőségek mutatását, fejlesztést, értékek megbecsülését és helyreállítását, ennek oktatását, azt a törekvést, ami nem ismer félmegoldást, hiszen félmegoldás nem létezik, azt lemaradásnak hívják. Mondaná-e valamelyikünk, hogy ő majdnem elérte a vonatot? Nem, azt ő lekésni. És ünnepeljük a győztest, akinek minden másodperc számít. Ünnepeljük a diszharmónia helyretételét, a hiány kiiktatását, a halál kultúrája helyett az élet szolgálatát. Tehát Istent, az alkotót ünnepeljük, és a vele közösségre lévő alkotó embert, az Isten és az ember egymásra tekintését. Ez az aktivitás ő rajta nem múlik, Isten erejében van. Mi arra figyeljünk, hogy mi is tudjuk, mit kell tennünk a felzárkózás és az egységünk érdekében. Testvéreim, Isten örök szövetséget kötött népével, és nem szűnik meg jót tenni velünk, adjunk hálát ezért, és bizakodó lélekkel terjesszük elé a kéréseinket. Urunk, te meghívtál minket egyházad közösségében, add, hogy jóságos közelségednek látható jelei legyünk a Földön. Kérjük téged, válasz meg minket! Add, hogy egy szívvel és lélekkel tartsunk ki a szeretet közösségben veled és embertársainkkal, jó cselekedetekben, imádságban és a Szent Viselőmentésben. Kérjük téged, válasz meg minket! A szív bátorságával, hogy keresztény életünket hitelesen mutassuk be a világra, példát mutatva mindenkinek a Krisztus melletti elkötelezettséget.
bűneinkre. Kérjük, hogy a bűneinket. Adj városunknak, te rád figyelő vezetőket, és a te nevedben cselekvő polgárokat, akik ország építését tartják legfőbb hivatásuknak. Kérjük, hogy a bűneinket. Urunk, a betegeinkért könyörgünk hozzád, adj nekik türelmet a szenvedésben, reményt a gyógyulásban, és bölcsességet a terát figyelésben. Kérjük téged, hallgass meg minket. Elhúgy szeretteinket, Józsefet, Miklós, Pétert, Jenőt, Lászlót, Ilonát, Sarkottát, Pál, Antpalt és Lászlót, továbbá mint azokat, akik hozzád igyekeztek tartozni földi életükben, jutalmazd meg örök bölcsességeddel. Kérjük, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, add meg nekünk, hogy megváltásunk szent titka által elnyerjük az örök üdvösséget, és részt nyerjünk dicsőségedből. Légy áldott az Atyával és a Szentlélekkel együtt, most és mindörökké. Amen. Köszönöm.
Isten, tekints jóságosan felajánlott áldozati adományunkra, és add érte cserébe kegyelmedet, bűneink bocsánatát, Krisztus agyunk által. Az fog legyen veletek. És a te lelkünk. Emeljük föl szintet. Adjunk hálát, Urunknak, Istenünkre. Méltó és valóban méltó és igazságos, élő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, még Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Mert kegyesen megadott hívő népednek, hogy évről évre megtisztult lélek örömével várják húsvét szent titkának ünnepét. Most többet imádkozzam. Buzgóban gyakorolják az irgalmasság tetteit, és az újjászületés szentségei által az Isten gyermekség teljességére jussanak. Ezért mi is, mint az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, dicsőséget hívunk szánt szentjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Ime megváltásunk szent titka.
gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szívedünk egy házak sorsát az egész világot, tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elmúlt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörünk kérünk mindnyájunkban, Isten anyjával, boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a Szent Apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtte, részesei lehessék az örök életnek, és dicsőítve magasztaljuk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélek egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. A Isten Atyának ki, testvéri szeretettel bocsássuk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi Atyát, aki a mennyek, szeretessék.
Krisztus a mi fiunk áfa. És tőle hálát adni jöttünk, ezt a háladásunkat és minden munkálkodásunkat. Most az Úr elé tárjuk, és kérjük rá az ő áldását. A Szúr legyen. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Szent Mise véget ér, mondjuk áldást az Úrra. Istenem.